Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! 300 millió forintos keretet hozott létre Makóváros önkormányzata a makóiak támogatására. Modernizált a konyháit a Glorius. Számos jótékony és gyógyhatása van a makói gyógyvíznek és a marosi gyógyiszapnak. Makóváros önkormányzata 2024-es költségvetésében 300 millió forintos keretet különített el a makóiak megsegítésére. Ennek az összegnek egy része a szociális, másrészt az adható és a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatások. Makóváros önkormányzatának grémiuma minden évben a makói közösséget segítve az éves költségvetésben létrehoz egy keretösszeget. Erre vonatkozóan 2024-ben 300 millió forintos támogatást jelenítettek meg a rendeletben, emelte ki Farkas Éva Erzsébet a testületi ülésen. A szociális támogatások tekintetében nyilván a gyógyfürdő ellátási támogatást ugyanúgy tovább biztosítjuk, a szemétszállítási díjkedvezményt ugyanúgy fenntartjuk a 65 év fölöttiek számára, rendkívüli települési támogatást, rendkívüli élethelyzetre vonatkozóan, amelyet bár csökkentettünk a tavalyi évhez viszonyítva, viszont egy új szociális jellegű, nehéz helyzetben lévő családok számára egy 10 millió forintos lakás célú önkormányzati támogatással egészítettük ki, így gyakorlatilag több mint 40 millió forintos keretet biztosítunk az idei évben is a hátrányos, nehéz élethelyzetben lévő családok részére. A civilek finanszírozását is szeretnék biztosítani, valamint a közmunkások juttatását, illetve a művésztelepek, egyházak, nyugdíjas klubok működéséhez hozzájárulni, és pedagógus napi támogatást is különítettek el. A rendőrség, a mentők, mentőszolgálat, tűzoltók, polgárőrség számára szintén szeretnénk támogatási keretet biztosítani. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb támogatásoknál fontosnak tartjuk a gyermekétkeztetés mellett a szünidei étkeztetést, az ügyeleti hozzájárulást, az orvosügyeleti rendszer megváltozott feltételeihez kibővített helyi, kifejezetten térségi szintű szolgáltatásoknak a támogatását, a nemzetiségi önkormányzatoknak a támogatását az idei évben megemeljük 1,5 millió forintról 2 millió forintra. Fontos, hogy a nemzetiségi önkormányzatok is a hagyományaikat, kultúrájukat megélhessék. Hozzátette, ide tartoznak a román és roma nemzetiségek. A testületi ülésen elhangzott, hogy ezek az intézkedések mind azt mutatják, hogy gondoskodó városként továbbra is fontos a vezetőség számára, hogy a makóiak közösséget támogatási rendszerben részesüljön. Egy 55,5 millió forintos visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyerte a Glorius Hotel Turisztikai Kft. A pályázat során napelemes rendszer telepítésére, technológiai fejlesztés eredményező új eszközök beszerzésére, tanácsadásra, illetve képzésre került sor. Míg 2022-ben nyert el egy Gino Plus támogatást gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretén belül a Glorius Hotel Turisztikai Kft. A projekt három részben valósult meg. A fejlesztés elsődleges célja az éttermi szolgáltatási kör bővítése, minőségi fejlesztése volt. Ennek köszönhetően a főépületben modernizálni tudták a konyhát, a vigadó épületében pedig egy teljesen új kiszolgáló egységet alakítottak ki, komplett eszközparkkal. Itt a vigadó rendezvényházunkban eddig is már 2017 óta bonyolítunk le rendezvényeket, ennek a hátterét mindig a szállodának a konyhája biztosította, tehát ott főztünk, és úgy került megfelelő minőségben átszállításra az ott készült étel, illetve a melegen tartás is ilyen termoboxokban történt, ami jó megoldás, de azért a tökéletestől messze van. Szerencsére itt ad lehetőséget ez a befejező konyha, majd bízunk benne a nyári időszak kezdetétől már ez rendelkezésünkre tud állni, ahhoz, hogy az ételek befejező műveletei, ételkészítés befejező műveleteit valósuljanak majd meg, és csak az emeletre juttassuk fel a ételeket, illetve minden ehhez szükséges mosogatási és hasonló műveleteket majd itt valósítsunk meg. A hatékonyabb működés céljából szintén a vigadó épületében egy komolyabb napelemrendszer került kialakításra, ezzel is csökkentve a kiadásokat és kihasználva a zöld energia adta lehetőségeket.
Második téren egy elég jelentős informatikai fejlesztésbe tudtunk vágni, melyek során új laptopokat vásároltunk, illetve fejlesztettük a szerverünket is, ami nagyban gyorsította, hogy tényleg 21. századi gyorsasággal haladjunk előre, és a vendégeinket ennek megfelelő gyorsasággal tudjuk kiszolgálni, mind a foglalási téren, mind a recepció környéki munkavégzésben, illetve volt még egy tréning terv kialakítási része, ami abban segített nekünk, hogy egy picit felmérjük azt, hogy a mi dolgozóiknak mik a konkrét igényei, milyen fejlesztési területeket vegyünk előre, és hogy kezdjük ezt megvalósítani, és ebből már tettünk is lépéseket tréning téren. A pályázatnak köszönhetően a szálloda minőségi szintet léphetett, és Makó turizmusának további erősítése is megvalósulhat. A korábbi évek tapasztalatai alapján arra számítanak, hogy amint jobbra fordul az idő, egyre többen indulnak útnak, és keresik majd a kikapcsolódási lehetőségeket. Rövid híreket láthatnak. Még egy hónapig, március 18-ig lehet kérni az SZIA bevallási tervezet postázását, március 15-től pedig mindenki megnézheti online az adóbevallási tervezetét. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti az SZIA bevallási tervezetet azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkeznek, legyen munkavállalói, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészült tervezeteket a hivatal április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a március 18-ai határidőről, május 21-ig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását. Játékos vetélkedőre hívta a HSC Návai Lajos Technikum és Kollégium az általános iskola 7.-8. osztályos tanulóit. Az eseményen 6 általános iskolából összesen 8, 5 fős csapat indult. A résztvevők Makóról és a környező településekről, Csanádpalotáról, Földeákról, Kiszomborról, Magyar Csanádról, a Makói általános iskolából és a Kálvintéri Református általános iskolából érkeztek. A tematikus kvízjáték az iskola 100. évfordulójára utalva 100 percig tartott. Játék közben a versenyzők jobban megismerhették az iskolát, és a több mint 15 piacképes szakma kínálatáról is információt szerezhettek. Az intézmény ezért is rendezte az eseményt a beiskolázási időszak végéhez közeledve, hogy a még az útjukat kereső 8-osok belépjenek a kapun. A játék végén nem csak a 3 legügyesebb csapat vehette át a jutalmát, hanem mindenki apró ajándékkal és egy kellemes, keriben töltött délután emlékével indulhatott haza. Többek között a fák és a szőlők meccését, a magvetést és a palántázást gyakorolják az évnek ebben az időszakában az Alföldi ASC Galamb József mezőgazdasági technikumi szakképző iskola tanulói. A tankertben zajló munkálatokról az intézmény kertészmérnök oktatója beszélt televíziónknak. Elérkezett a meccés ideje, az őszibarac meccés ideje. Körbejárjuk a fát és megnézzük, hogy melyik nagyobb ágra, gajra nincs szükség. A gyümölcsfák helyes meccési módszerét mutatja Kovács Istvánné a diákoknak a Makói mezőgazdasági iskola gyakorló kertjében. Minden évszakban van itt tennivaló, mondta el televíziónknak a kertészmérnök, és az intézmény a nélkülözhetetlen tapasztalatok átadása mellett arra is törekszik, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az oktatás során. Személyiséget is fejleszt, sikerélményt is ad, ehetünk is belőle, adhatunk is el belőle, csak jót tudok mondani. Tehát szerintem ez az egyik legjobb ilyen irányú iskola. A gyakorlati oktatás az a savaborsa a tanításunknak. Aki itt megtanul közösségben eredményt elérni, az valószínű, hogy sikeres lesz az életben is. A tankertben rendelkezésre áll több fóliasátor is, amelyekben szintén számos különböző zöldség vagy éppen virág nevelkedik. A magvetés időszaka után itt most hamarosan a palántázás következik. Külön vizsgatétel a vetőmagok elvetése, és külön tétel a tanulóknak a palántázás. Tehát a szakszerű palántázásnak és a szakszerű vetésnek is megvan a anyagszükséglete, eszközszükséglete és munkamenete, és ezt nagyon ügyesen el tudják itt sajátítani. A magvetés során az a lényeg, hogy a magból kis növény szülessen, amit utána sejtes tálcába kiültetnek,
és utána a végleges helyére kerül a szabadföldbe. Az iskola életében a növénytermesztés oktatása mellett az állattenyésztés is nagy szerepet kap. A gondozások szintén a tanulók feladatkörei közé tartozik a gyakorló kertben. Emellett pedig komoly mezőgazdasági gépek használatát is el tudják sajátítani. Ízületi, reumás és mozgásszervi panaszokra nyújt enyhülést a Makói Gyógyvíz és a Marosi Gyógyiszab együttese. A kezelések hatását tekintve vérkeringés serkentő, gyulladást csökkentő, fájdalomcsillapító és az ízületi mozgáskorlátozottságot is enyhíti. Stábunkként járt a Hagymatikumban, ahol Horváth Névajó Valéria, a gyógyászati csoport vezetője számolt be a két természeti kincsről, amelyet nap mint nap alkalmaznak gyógyászati kezelések formájában. A Makói Hagymatikum is egyike az országos gyógyfürdőknek. A Marosi Gyógyiszap és a víz hatását már az 1900-as évek közepén felismerték. 1956-ban el is indult a kútfúrás és a fürdőépítés. 1961 óta használhatja hivatalosan is a gyógyiszap minősítést, amelyet gyógyvízzel kevernek. A komplexumban különféle terápiás kezeléseket is igénybe vehetnek a betérő vendégek. A makói víz alkáli hidrogénkarbonátos, ez 42 fokkal tör fel a talajból. Ásványi anyag összetétele alapján elsősorban a gerinc és ízületi betegségekre jótékony hatású, ezen kívül nyugtató, alvássegítő, esetleges légúti lerakódásokat oldja belélegezve, bőrön keresztül is felszívódik, és nagyon jó hatású, hogy a helyileg kitermelt iszappal keverjük. Tehát a gyógyiszapunk a Marosi Gyógyiszap. Ezt a áradás után a folyó, ahogy visszamegy a medrébe, onnan szedik fel meghatározott területekről, gyógyvízzel összekeverjük, és általában 42 fokon helyezzük a testre. Tulajdonsága, hogy lassan melegszik fel, és lassan is hűl ki. Horváth Névejó Valéria megosztotta, hogy a 20 perces kezelések alkalmával hármas borítást alkalmaznak. Négy újnyi vastag iszapra a gumilepedőt és a plédet terítik. Továbbá szó esett arról is, hogy mely betegségekre ajánlott ez a kezelés. Elsősorban a kopásos gerinc és ízületi betegségekre jó. Ezen kívül megemlíteném, hogy nőgyógyászati betegségek közül a krónikus petefészek gyulladást lehet vele kezelni, vagy meddőség esetén is érdemes ezt kipróbálni. A bőrgyógyászati betegségek közül a pikkás gyömör az, amire jótékony hatású, gyógyítani nem fogja, de a tüneteket azért enyhíti az iszapkezelés. Hatását tekintve helyileg vérkeringés serkentő, gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító, a ízületi mozgás korlátozottságot csökkenti. Hozzátette, az orvosi beutaló által meghatározott kezelést végzik el, amely egy-egy testrészen valósul meg, ezt nevezik rész-iszapterápiának. A tervek között szerepel, hogy áprilistól bevezetik az egyéni McKenzie-tornát a parkinsonos betegek számára. Szó esett a további szolgáltatásokról is, így igénybe vehető a fürdőkomplexumban még a víz alatti gyógytorna, masszázs, iszapkátkezelés, súly, illetve szénsav fürdő és a víz alatti sugármasszázs is. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. 300 millió forintos keretet hozott létre Makóváros önkormányzata a makóiak támogatására. Modernizált a konyháit a Glorius. Számos jótékony és gyógyhatása van a makói gyógyvíznek és a marosi gyógyiszapnak. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a február 22-i csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!